Eldördül a startpisztoly a női 100 méteres síkfutás döntőjében Bonyhádon. Rangos nemzetközi versenyt rendeztek itt a hétvégén, melyen országos bajnok atléták is részt vettek. Tulajdonképpen a domószámok közül a súlylökést tudjuk megrendezni a pályaadottsága miatt, azon kívül a futószámok teljes vertikumát, tehát 100-tól 1500 méterig, megspékelve egy 400 gáttal, 100 gáttal a kisebbeknek, és az ugrószámok közül magasugrást és a távolugrást rendezzük meg. Női 100 méteren a budapesti Honvéd versenyzője Bató Borbála Dorka ért először célba, a Bonyhádi Bíró Dán a negyedik helyen futott be. Meglepően jól futottam, bár a mozgásomban érezhető volt, hogy a tavasza jobb volt, most kicsit így a nyárnak köszönhetően kicsit így ellustultam, ha lehet ezt így mondani, de azért amit lehetett, kihoztam belőle, nem lett egyéni, de nem adjuk fel, előttünk van a csapatbajnokság, úgyhogy ott reméljük jobban fog sikerülni. A férfi 100 métert Bundzsu Patrik, a vasas sportolója nyerte. A bonyhádi atlétika verseny legnagyobb sztárja Maja Csirics, 8-szoros szabadtéri és 8-szoros fedelpályás szerb bajnokfutó volt. A szerb sportoló nagy fölénnyel nyert 200 méteren, 100-on viszont az előfutamokban a rajtnál kiugrott, így diszkvalifikálták. Mint mondta, a pályafutása során még soha nem történt ilyen vele. It never happened to me. I don't know what happened. Nem tudom, mi történt, ráadásul nem is kicsit, hanem nagyon beugrottam a 100 méter rajtjánál. Alapvetően nem 100 méteres futó vagyok, így a reakcióidőm egyébként sem a legjobb. So I don't have that good reaction. A verseny célja az atlétika népszerűsítése, felkészülési és versenyzési lehetőségek bővítése volt.